Zöldmezős beruházással telephelyet avattatok ezen a napon itt Kecskeméten, az ország közepén. Itt az ERT 2001 óta bírt telephelyen, illetve a központtal Kecskeméten, de az új koncepcióinknak megfelelően és a további terjeszkedési terveinknek a tükrében kellett egy új telephelyet, egy új alközpontot létesítsünk. Azért itt Kecskeméten, hiszen logisztikai szempontból, és hát más szempontból is azért mégiscsak az ország közepe, külföldi terjeszkedéseinket célozva, és az segítendő, gondolok itt Szerbiára, mégiscsak Kecskemét az M5-ös mellett fekszik, ahonnan stabil háttérországa lehet a további terjeszkedéseinknek is. Alapvetően az alközponti funkciókat szeretnénk megtartani, tehát központban a vevő, így az eddigi partneri kört, a kecskeméti alközpont működési teretét szeretnénk agnómi inputanyagokkal, műszaki inputokkal és hát beruházási termékekkel ellátni. Emellett a tárolók kapacitása kicsit bővebbre lett méretezve, mint ahogyan azt elvárnám mondjuk ez a régió, ennek az alközpontnak a működési területe, tehát háttérország is, és hát megvan a második ütemnek a terve, a bővítési lehetőség, hogy a műszaki szolgáltatásokkal, láss például a szerviz tevékenység és a szakműhely, szeretnénk aztán a jövőben ezt a fajta bővítést, ezt a fajta terjeszkedést is célul kitűzni magunk elé, és ennek eleget tenni. Elkészült az első ütem, de a második, amit említesz, az mikor lesz meg? A második ütemet 2019-ben szeretnénk indítani, mert azt jelenti, hogy egyfajta géptelephelyi funkcióval szeretnénk ellátni a Kecskeméti Alközpontot, és persze is szakműhelyekkel tovább bővíteni a szolgáltatási köreinket. Ennek tükrében a telegerendási alközpontnál már az idén elindultunk, a déli régiót szélesítendő, és ez segítendő Kecskemétén szeretnénk ugyancsak 2019-ben 20-ban átadni ezeket az objektumokat. Hogyha itt Kecskemétet nézzük, illetve az ország déli részét, akkor ez milyen jelentőséggel bír a ti tevékenységetekben? Kifejezetten nagy jelentőséggel bír, hiszen Kecskemét és környéke egy kertészetileg igen aktíven művelt terület, ami azt jelenti, hogy nagyon sok kertészetben dolgozó, abból élő partnerünk van Kecskeméten és környékén, így a kertészeti üzletág forgalma szempontjából is a legnagyobb jelentőség és legnagyobb forgalommal bíró alközpontról beszélünk. Az új miniszter elmondta, hogy kiemelt fontosságot tulajdonít az öntözés beruházásoknak, az öntözés fejlesztéseknek. Mit szólsz hozzá? Örvendetesnek tartom, már csak abban a szempontból is, hogy szakmailag a KITEM mindig is zászlóvivője volt az öntözésnek és az öntözéses fejlesztéseknek. Így a régmúltra való tekintettel mondhatjuk azt, hogy közel 70 ezer hektáron a KITE építette meg azokat az akkor korszerűnek számító lineár berendezéseket, amelyek nagy része ma is működik, és ennek szellemében és tudatában továbbiakban is szeretnénk a műszaki tudásunkkal, tudásbázisunkkal, szakértelmünkkel ezt a nemes célt szolgálni. Nagy István miniszter azt is mondta, hogy 300 ezer hektárra szeretné bővíteni az öntözhető területek nagyságát az országban. Szerinted ezt mikorra tudja az ország megvalósítani? Nyilvánvalóan kapacitások függvénye minden, azért azt jól látjuk, hogy a termelői oldalról megvan az igény egyfajta intenzitás növelésre, ez azt jelenti, hogy az öntözéses kultúráknak még nagyobb felületen történő termelésére. Ehhez kell azért megfelelő műszaki tudás, kell hozzá egy olyan kivitelező csapat, mint ami mondjuk a KITE-nél rendelkezésre áll, azért ez egy hosszabb folyamat, én úgy gondolom, hogy kell hozzá egy ciklus, legalább egy 5 éves ciklus, hogy ez megvalósulhasson, de a feltételek adottak. Azt hiszem, hogy erre a kecskeméti telephelyre elmondható, hogy olyan, mint egy autószalon már. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a bemutató terme a kecskeméti alközpontnak az a többi alközponthoz képest is nagy legyen. Részben a közápolás technikai gépek bemutatása, alkatrész bemutató terem szempontjából, és hát mint korábban említettem, itt a kertészeti jellege magának a régiónak igen erőteljes, tehát szeretnénk azt, hogy a kertészetben dolgozó partnereink is bemutató teremben a szabadforgalmú növényvédőszereket, vagy éppenséggel termésnövő anyagokat bemutató jellegű és megtekintesség, és rögtön a polcról levéve könnyedén a kiszolgálás kvázi zöldlámpását ételével még inkább rugalmasabb legyen a termelőinknek az inputanyaggal történő ellátása. Közel 4 milliárdos forgalmat értünk el a tavalyi évben az itteni partnerek körébe. Ez egy olyan 1300 partnert jelent, aki hozzánk tartozik, és ebből egy olyan 470, aki csak közvetlenül a kertészetből profitál. Hány családnak adtok megélhetést ezzel az új telephelyel? 21 embernek, ami 21 családot is jelent ebben az esetben. Milyen tevékenységi körrel foglalkozik odahaza a gazdaságban? Cégünk elsősorban szántóvili növénytermesztés és kertészettel foglalkozik, meg van más egyéb tevékenység is, de ezek a fő tevékenységek. Hogyha a kertészeti ágazatot nézzük, akkor ott mi a fő tevékenység? Gyümölcsösök, megy, cseresznye, szilva,
őszi paraszk és egy kicsi alma. Mit szól ahhoz, hogy most itt Kecskeméten felépítették, és ugye ma megnyitották ezt a nagyon szép telephelyet? Örülünk neki. Egyrészt mi számunkra még közelebb van, mint a régi telephely. Másrészt egy új beruházásnak az ember mindig örül, mint partner is. Látja, hogy a cég, ahonnan vásárol, fejlődik. Kulturáltabbak a körülmények, kollégák kevésbé stresszeltek, és a fejlődést mutatja. Polgármester asszony, mit jelent a városnak az, hogy zöldmezős beruházással most a Kite egy teljesen új telephelyet adott át itt a termelőknek? Azt gondolom, hogy a Kite itt volt a városban, egyrészt bizalmat mutat a város irányában, hogy érdemes nagyobb és egy újabb technológiában gondolkodni, mint ahogy ezt hallottuk a vezérigazgató bevezetőjében is, hogy más módszerekkel, más technológiával, más értékesítési rendszerekkel építették meg ezt az új gyáregységet. Másrészt meg annak örülök, hogy igazából a régi hagyományos tradícióját ennek a mezővárosnak, hiszen Kecskemét azért mezővárosi alapokon nyugszik, éppen ebben az évben ünnepeljük a 650 éves évfordulót, és ennek a 650 évnek a jelentős részét a mezőgazdaság adta gerincét a város fejlődésének. Ez tovább él a városban, és jelentős partnerszámmal, mint egy 4000 fős partnerszámmal működik a Kitének ez az alközpontja, és ez visszaigazolja, hogy a kertészeti kultúra még mindig él és virágzik a régióban. Itt Kecskeméten ugye kertészeti oktatás is volt már nagyon régen. Milyen jövője van itt Kecskeméten a kertészeti oktatásnak, hogyha itt az egyetemnek a jövőjét nézzük? Az egyetemünk ugye folyamatosan erősödik, elsősorban ugye a műszaki kar az, ami a húzó ágazata, de a műszaki kar és az agrár kar között is nagyon intenzív a kapcsolat, és ahogy a Kite is jelezte, hogy egy új szolgáltatási portfólióval jelenik meg, hogy a gép alkatrész szervizelése, kezelése is beletartozik a szolgáltatási körébe az agrárkultúra mellett. Ezért így a műszak és az agrár karunknak még nagyobb jelentősége lesz a jövőre nézve, jövőre vonatkozóan. Szükségünk van rá, hogy megerősítsék a vállalati partnerek is az egyetemi képzésünket, hiszen az a duális képzés, amit elindítottunk, azt nem csak a műszaki területen, hanem az agrár területen is elindítottuk a duális képzést, és ez vállalati partnerek nélkül nem tud fejlődni. Ők adják a zálogát annak, hogy jövőre is, illetve a következő években is hallgatókkal tudjuk feltölteni a vidékfejlesztési kart, és szerencsére ez látható a számokból, hogy megalapozta a fejlődését a vidékfejlesztési agrárkarunknak is.